ennek is egy viszonylag hosszú előkészítési szakasza volt, hiszen még a télen indult a város azon a Wi-Fi for pályázaton, amelyen aztán nyert is, hála Istennek. Ács Zsezső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján. csatornáján. A polgármester a Rádió egy szexádi stúdiójában ezen a héten arról beszélt, hogy egy pályázatnak köszönhetően ingyen wifi pontokat alakítanak ki a városban. Ez magával foglalja Béla Király teret, Garai teret, Babics Kulturális Központ környékét, hiszen a Hári János Fesztivál például ott zajlik, sportközpont környékét, is rengeteg sportesemény zajlik a sportközpontban, éppen a le, hogyha gondolok. A beszélgetés során téma volt a szexádi strand belépőinek drasztikus áremelése és a szexádi családbarát strand és élményfürdőt üzemeltető helyi sportközpont ügyvezető igazgatójának zárás utáni csúszázása is. Ácsezső ezzel kapcsolatban azt mondta, felháborították a történtek valaki mondjuk ilyen célra használja a strandot, és közben meg emeli egy árakat, ez semmiképp sem elfogadható. Összefüggésében nézzük a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy arra gondoltam, a szexerdiek fizetik meg az egyéni szolgálkozás árát, de most már azt gondolom, hogy ennél tágabb a kör, hiszen a városnál a többségbelül frakciónak a jutatásai, fizetései, kis költségvetésből történnek, és tulajdonképpen ezek a díjemelések az ő havi ödelműtnek a megemelését is kell, hogy szolgálják. A városvezető beszélt az önkormányzatnál levő felmondásokról is. Azt mondta, 20 magasan képzett dolgozó távozott önként a hivatalból. Ácsezső szerint a felmondások mögött az ilyen szexált nyomás gyakorlása állhat. A városvezető kifejtette, ezek a szakemberek fontos munkaköröket töltöttek be. Ácsezső attól tart, hogy ez a munka színvonalának rovására megy majd. Szexárd polgármestere minden pénteken délelőtt lesz hallható a Rádió egy műsorán.